és becsukódik. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy unboxing videó lesz, és ezt a dobozt, meg ezt fogom kibontani a mai napon, annak az alkalmából, hogy a 21. század kiadó indított egy ilyen könyves előfizetői csomagot, aminek az lenne a koncepciója, hogy 4 havonta megjelenik egy ilyen doboz, amiben könyvek és könyves kiegészítők találhatóak, és erre elő lehet fizetni, és ennek keretében pár havonta ugye megkapja az olvasó vagy az előfizető az újabb kis könyvcsomagját, amiben sikerkönyvek vannak, vagy friss megjelenés, tehát hogy van benne friss megjelenés fixen, ami ilyen kiemelt megjelenése a kiadónak, illetve van mellette még egy könyv, ami a témakörnek megfelel. Ez az első ilyen kiadói csomag, ami most megjelent, ez a BookTok könyvcsomag nevet viseli, tehát ez főleg sikerkönyvekből, vagy ilyen felkapott könyvek azok, amik belekerülnek, de terveznek más tematikájú csomagokat is, úgyhogy valószínűleg idővel majd lehet ezek között válogatni, hogy kinek melyik fér bele jobban az ízlés körébe, vagy melyik könyvek érdeklik jobban. Amit még tudni kell erről a csomagról, mielőtt belevágok abba, hogy kibontsam. Szóval fixen 2 könyv van benne, illetve könyves kiegészítők. Hogyha valakinek ismerősek ezek a külföldi könyves dobozok, akkor valamennyire a koncepciót szerintem így látja, hogy micsoda. Nekem őszintén szóval jobban tetszik, hogy ebbe így több könyv van, és a könyves kiegészítők is ilyen úgymond használhatóbbak olyan szempontból, hogy kevésbé olyanok, hogy csak kiraknád a polcra porosodni, hanem tényleg használati eszközök jobban. Meg lehet venni ezt a könyvcsomagot simán magában, viszont ha előfizet az ember a megújuló verzióra, tehát hogy tényleg a 4 havonta jöjjön a kis csomag, akkor nem 2, hanem 3 könyv kerül bele ebbe a csomagba, tehát extra ajándék kötet is jár az előfizetés mellé. Egyébként be fogom linkelni ennek az egész könyvcsomagnak magát a kiadó honlapján lévő magyarázatot, ahol ezt elő lehet rendelni, vagy meg lehet venni. Ott a teljes szabályzatot és minden részletét el tudjátok olvasni. És mielőtt elfelejtem, nagyon szépen köszönöm a 21. század kiadónak, hogy elküldték nekem ezt a csomagot, hogy bontsam ki videóban. Nagyon izgalmas könyvek vannak ebben a körben, ebben az első csomagban. Az egyik például egy olyan könyv, amiből a tesómmal fogunk is külön podcast részt készíteni, és egyébként ezért van nálam 2 doboz egy helyet, mert az egyik könyv, ami eredetileg ebben a csomagban van, azt nekem már elküldték korábban. Illetve hát így egy nappal előbb érkezett ide, csak külön dobozba lett feladva. De mindegy, tehát ez, hogyha valaki erre előfizet, akkor ez egy dobozban érkezik, meg nem 2-ben. Szóval az én esetem az egy kicsit ilyen meg volt tekerve. De a lényeg, hogy bontsuk ki ezt a dobozt. Na most azt már megcsináltam, hogy elvágtam a celluloxot, és ezzel nem a videóban akartam szerencsétlenkedni. Úgyhogy igazából így most úgy fog kinézni a doboz, mintha csak simán egyszeri alkalommal lett volna megvásárolva, mert csak 2 könyv van ebben a dobozban, de mint mondtam, hogyha valaki előfizet, akkor lesz egy harmadik is, szóval akkor nagyobb lesz gondolom a doboz is. Ez a kis könyvcsomag, ami itt látható. Egyébként a honlapon fönn is van minden, ami ebben a dobozban van, szóval igazából nem ér meglepetésként, és ilyen szempontból föl is tudja mérni az ember, hogy tényleg olyan dolgok vannak-e a dobozban, ami érdekli, és úgy van vele, hogy ezért szeretne is előfizetni. Nyilván nem a bubifóliára gondoltam ezek alatt. Bubifólia le. Ezt tudom úgy mutatni, hogy... Na igen. És becsukódik. Szóval így néz ki, amikor kibontom. Az első, amire egyébként miután megmutattam, hogy mi lesz ebben a dobozban a tesómnak, mondjuk azt, hogy lehet, hogy ez rejtélyes körülmények között el fog tűnni a raktárkészletemből. Ez egy ilyen kis táska, ami hát fókuszálsz-e? Ez azt hiszem a nők, lányok nevet viseli az a tatyi. Szóval ilyen saját húva ezzel tudom kiszedni, szóval ilyen saját kis szütyője van, ha ki tudom tépni,
nem tépni. Na, jó, oké. Szóval van kis tartózacsia, és nem is biztos, hogy bele tudom mutatni. Szóval ilyen az egész tatyi maga, ahogy nagyon ilyen kis vidám színes, és különböző nő alakok vannak rajta. Jó nagy is, úgyhogy ezzel aztán lehet menni bevásárolni, könyvesboltban természetesen. Szóval ez az első ilyen kis kiegészítő, ami ebben a dobozban van. A másik az még menőbb egyébként, nekem nagyon-nagyon tetszik, mert ugye sokan szeretik cetlizni a könyveket. Én speciál nem szoktam annyira sokat, ennek leginkább az az indoka, hogy lusta vagyok vinni magammal a cetliket, meg a ceruzát, és egy csomószor utólag jut eszembe, hogy hát ezt ki is lehetett volna jelölni, de addigra vagy nincs nálam, vagy nincs kedvem oda menni a polchoz és szerezni. Viszont ez, nekem ez azért tetszik nagyon, mert hogy ezek szöveg kiemelő cetlik. És nyilvánvalóan a lila a kedvenc színkombom, de a másik is nagyon kis csini. Szóval az a lényeg, hogy ezek ugyanilyen ilyen sticky note-ok, ez az átlátszó fajta, ugye, hogy lássad alatta a szöveget, mint ezek a vastagabbak, viszont ez ilyen szövegkiemelő stílusú, tehát hogy akkora, hogy rá tudod illeszteni a sorra, és így olyan lesz, mint a kihúztad volna a szövegkiemelővel. És nekem ez baromira tetszik, mert ugye, hogyha a vastagabb fajtával, vastagabb, rövidebb fajtával emeli ki az embert, akkor nekem egy csomószor az a problémám, hogy hogyan jelöljem be azt, hogy konkrétan melyik részére gondoltam az adott oldalnak. Akarok egyet mutatni. Szóval ilyen tök jó hosszú, és igazából az egész ragacsos, szóval bőven oda lehet tenni a lapra, és még ezt így le is lehet vágni, meg mindent, hogy megfelelő hosszúságú legyen, úgyhogy így egyet kibontottam. Ez amúgy baromi menő, nekem nagyon tetszik. Szóval nekem egy csomószor ez a problémám, hogy amikor kijelölsz valamit azzal a nagyobb, vastagabb fajtájú kis sticky note-tal, akkor A opció, vagy majd utólag tudod, hogy mit akartál vele megjelölni. B opció, hogyha olyan ember vagy, hogy nem zavar, hogy beleírsz a könyvbe, akkor ceruzával, tollal, szövegkiemelővel, akármivel ugye alá tudod húzni a sorokat. De most egyrészt én ugye ezt nem szoktam olyan sokszor csinálni, de eljutottam arra a pontra, hogy mivel, hogyha olyan könyv, akkor igazából annyira nem bánom, hogyha aláhúzok mondjuk ceruzával egy-két dolgot, a tollig még nem mentem el. Ez meg úgymond ilyen game changer, mert ezzel ki tudod jelölni a sorokat, és nem kell aláhúznod. És ugyanúgy látszódik a lapszélén is, hogy mit jelöltél ki szerintem, hogyha majd mindjárt kiveszünk egy könyvet, de igen, egyébként tehát hosszabb, mint a könyv, szóval ki is tudod lógatni a lapon, hogy tudd, hogy melyik oldalaknál jelölted be. Szóval ez nekem nagyon tetszik, és így ez zseni. Ezt nem tudom, hogy ez honnan szerezték a 21. század kiadónál, de ez baromi menő, úgyhogy innentől másmilyen sticky note lehet, hogy teljesen elveszti a versenyt ezzel szemben. Na, és ezek után nézzük a könyveket, és ilyen hegycserés támadással mutatom ezt a könyvet először, ami a másik dobozomban van, ugyanis alapvetően, ha nem esik le a doboz, hogy alapvetően két könyv van a dobozban, ha csak egyszeri alkalommal vásároljuk meg, az ez a kettő. Az egyik a vicces romantikus Curtis Sittenfield-től, bocsánat. Ez konkrétan most jelent meg a héten, mikor ezt a videót felveszem, úgyhogy ez így a nagyon friss, fölkapott megjelenés. Ennek a sztoriáról azért tudok nagyon sokat, mert Emma nagyon régóta áradozik nekem, hogy mennyire jó az a könyv, és ezért is lesz közös podcast részünk, úgyhogy köszönöm szépen a kiadónak, hogy ezt elküldték nekem, ezt nagyon-nagyon várom, de igazából a többi könyvet is. Viszont mindenképp ez lesz a következő olvasmányom, úgyhogy ez az egyik könyv, ami ebben a csomagban van. Fixen. Ide rakjuk. Na, szépen. A második az Annabel Modegentől a Nora kilép a forgatókönyvből. Igen, összezárva kaliberűt sztorinak tűnik, és amúgy egy jó kis romantikus könyvnek, úgyhogy nekem abszolút jelenleg az a hangulatom van, ahol az ilyen úgymond könnyedebb, ki hogy akarja nevezni, szóval nem szeretnék most szomorú könyveket olvasni. Na, ez szerintem ez a legjobb megfogalmazás, szomorú és depis könyvekre most nagyon nem vágyom, úgyhogy ez meg pont olyannak tűnik, ami nem olyan, szóval
innentől kezdve nekem jelenleg a hangulatomhoz tökéletesen passzol egy ilyen kis romantikus történet. Ráadásul azt nézem, hogy ez egy egész vékony kis kötet, ahhoz képest nincs 300 oldal. Szóval gyors olvasásnak tűnik, még az is lehet, hogy ennek a doboznak a tartalmát nagyon gyorsan be fogom falni. Mert úgy érzem nekem, most nagyon ezek a vibe-ok kellenek. És ha valaki viszont nem csak egyszerű alkalommal veszi meg ezt a csomagot, hanem előfizetéses verzióban, akkor ugye, mint mondottam, egy plusz kötet is belekerül a dobozba. Ez pedig nem más, mint Mairi McFarlane-től a Mad About You, vagyis Megőrülök érted. Erről a szerzőről annyit tudok, hogy Emma olvasta az egyik másik könyvét, ami nem vagyok benne biztos, hogy megjelente magyarul, az a Don't You Forget About Me, azt hiszem. És azt mondta, hogy az nagyon jó volt, azt olvassam el nyugodtan, hogyha mert hangos könyvezés kapcsán volt róla szó, hogy ez fönn volt scripten. És ez ugyanaz a szerző, úgyhogy így fölcsillant a szemem, hogy mondom, na, Emma azt mondta a másik könyvére, hogy jó, akkor ez a könyv is biztos jó lesz, vagy hát nagyon remélem én legalábbis. De ez is egy romantikus történet, ami szintén mondottam, abszolút beleillik. Ez is ilyen összezárva. Akkor ez nagyon tematikus volt ilyen szempontból, legalábbis ha jól értelmezem így a két könyvnek a fülszövegét. Emma szokott romantikus tavaszt tartani, azt hiszem idén én is romantikus tavaszt fogok tartani, mert őszintén szava így első ránézésre mind a három könyv nagyon-nagyon érdekel, ezzel fogok kezdeni. Van egy másik könyv a sorban, amit még el kell majd olvasnom, de utána nagy valószínűséggel én erre a kettőre rá fogok repülni, mert ennek a doboznak a tartalma jelenleg nagyon rezonál velem. Ez a három könyv van a dobozban, az előfizetéses verzióban. Varázslatosak ezek a szövegkiemelők, és nagyon menő ez a táska, de valahogy el kell rejtenem, mert Emma le fogja nyúlni, ha itthon hagyom. Veszélyes terep. Szóval, köszönöm szépen a 21. század kiadónak még egyszer, hogy elküldték ezt a csomagot, hogy így ki tudjam bontani, és meg tudjam mutatni nektek. Ez a BookTok nevezetű csomag fut, de mint mondtam, a jövőben valószínűleg lesz más tematikájú doboz is, szóval hogyha valakinek mondjuk ez annyira nem zsánere, akkor szerintem érdemes figyelni, hogy esetleg olyan tematika megjelenik-e, ami mondjuk ettől jobban vonza. Illetve én tényleg azért örülök, hogy így úgymond magyar, jó, ez ugye kiadó specifikus, de magyar viszonylatban voltak már ilyen doboz kezdeményezések szerintem, én legalábbis úgy láttam, viszont nekem az sokkal szimpatikusabb, hogy ebbe inkább a könyveken van a fókusz, mint a kiegészítőkön, mert tök jó kiegészítőket is kapni, de a könyv az talán egy nagyobb húzóerő benne. Én így gondolom, de nyilván az ember válogatja. Szóval ez lett volna ez a kis unboxing videó, ezek után én megyek is és kezdem a vicces romantikus olvasását. Ha érdekel titeket a doboz, ott van vagy ez az előfizetés, akkor a leírásban megtaláljátok hozzá a linket. Illetőleg, hogyha gondoljátok, kommentben mondjátok el, mit gondoltok róla. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!